Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Bacskai Sándor vagyok a Váci Teszteleten. Most már valójában elérjük a 2700 galambot. Hamarosan fönn lesznek, még ígértek egy pár darabot hoznak, és így bőségesen megleszünk. Megérkezett a dédunokám is, nem hagyja ki, hogy ő ne szerepelhessen, szia! És szeretnénk a galambászoknak mondani valamit, amit halvány komolyan mondok. Vannak olyan emberek, akik azt mondják valójában, hogy azért nem küldenek ide galambot, mert küldtek egy pászhoz, valami oknál fogva, eltűnt neki a galambja. De hát utána néztünk a dolognak, sajnos ő soha az üdös életben nem küldött ide egyetlen egy galambot sem, egy többszörös bajnok, nem tudom, hogy hogyan mesélhet ilyen hülyeséget. 6 nagyon jó galambot megvett Szlovákiában egy illető, sajnos nem fizette ki a galambokat a mai napig, pedig kapott, hogy kivitték a galambot, hogy majd ki fogják fizetni, meg átutalja a pénzt, a mai napig nem, de mi ezeknek a gazdáját mindenkinek kifizettük. Akkor volt egy másik ugyanolyan, hogy azt mondták, hogy azért nem küldi a galambot, mert a champion galambja a negyedik, meg a vittén megdi, eltűnt innen, nem tűnt el a galambja, hanem a galambjára mással licitáltatott, sajnos jó áron meg is vásárolták, csak nem jöttek érte, mivel saját maguknak licitáltak, hogy visszaszerette volna vásárolni a galambját. Ha nagy árat kapott volna, akkor elengedték volna a galambot, de mivel nem olyan rettenetes nagy árat ígértek érte, sajnos így a galamb beragadt. Úgyhogy nem eltűnt a galambja, hanem a galambja itt van. Először is nem kell hülyeséget dumálni, hanem szépen el kell jönni, ami galambot küldött ide, és esetleg nem rendezte le, azokat le kellett volna rendezni, vagy ha nem tudja megvenni a galambját, akkor nem kell mással licitálni. Én nem haragszom, csak hülyeséget ne dumáljon, hogy azért nem küldök, mert eltűnt a galambja. Soha senkinek semmilyen galambja nem tűnt el, meg nem is fog eltűnni. Úgyhogy bemutatom nektek a galamboktokat, és nézzétek meg, hogy valójában milyenek. Amit itt valójában láttok, ezek már mind kiárva, ki vannak itt addig az ajtók, hogy gyertek erre, nézzétek meg őket, hogy milyenek is a galambok. Úgyhogy amint lássátok, egészségesek, ma nem voltak kiengedve, míg mondják ezeket a felhőszakadásokat, addig sajnos ezeket a kicsiket nem engedjük ki, mert nem szeretnék, hogyha bármilyen fiatal galambot is leverne az eső. Amint mondtam, a díjazások garantáltak, mindig megadtuk mindenkinek a lehetőséget, ha elküldi a galambját és nem tud fizetni, hogy ráért kifizetni, nincsen vele semmilyen probléma, avval sincsen probléma, hogy nem fizette ki, attól nyugodjatok, meg nem fogunk tönkre menni, csak az a kérésem, hogy utána hülyeséget ne dumáljon. Nem más számolja ki itt senkinek, hogy kinek kéne lenne a champion galambnak, elsőnek, vagy negyediknek, vagy ötödiknek, hanem van egy programunk, amit a benzincégnek a programja, ebbe a programba nem juhat bele semmit, ezt a benzincég számolja a programot. Sem a Józsi bácsi, sem a másik, sem senki. Nyugodtan megnyughattak, mert akkor mindenki mondhatná, hogy az enyém volt a champion első, mivel nem az lett, akkor meg vagyok sértődve. Gyönyörűek, jó állapotban vannak. Mindenki biztos lehet benne, hogy győztesek, a bajnokok, a championok között vannak. És lesz nekik gazdájuk is. De a benzincég számolja a programot, nem más. Ezek még le vannak karanténoznak. Hamarosan mennek ők is kifelé.
a galambokat, ha jól lekezeljük, akkor nem lesz semmilyen probléma. És azon vagyunk, hogy ne legyen problémák. Ezek még nem jelznek ki. Ezek a galambok hamarosan helyet cserélnek hátul, és a hátsók jönnek majd ide előre, és ők lesznek utána a valérba, és így úgy, hogy beszokjanak, hogy karanténban lesznek. Amint tudjátok, Magyarország postagalambász történetében még ennyi galamb nem volt soha senkinél, ami a Váci teszteleten van. A Váci tesztelet azért dolgozik, Magyarország Váci jó hírét és a galambászokat összehozza. Nincs érdeklődik abban, hogy bárkinek is bármilyen eredményt elcsaljunk, hanem elmondtam, csak kizárólag a benzincég számolja a listát, hogy nem kell senkinek megijedni, és ha valaki úgy gondolja, hogy ő szeretné magának számolni, hát számolja nyugodtan magának, akkor nincs ebben semmilyen probléma, de itt csak az az eredményt fogadjuk el, amit a gép megmutat. Kicsit zsúfoltan vannak, mert ha jöttünk, azt eljöttek erre, de majd nem sokára visszamennek. Remélem tetszenek a galambok, sok galamb van, bármikor bárkit szívesen látunk. E hónap 15-éig, ha valaki úgy gondolja, hogy még van egy pár jó galambot el szeretné hozni, örömmel lássuk, de 15-éig után ne hozzon senki galambot. Sziasztok!